Sziasztok, sok szeretettel köszöntök mindenkit itt a májusi Pest Erzsébeti klubunkon. Itt van velem vendégünk Kranyi Faragó Zsuzsanna, aki a Gong Akadémiának az egyik alakítója és hangmasszőre, és a mai napon beszélni fog nekünk a tibeti hangtálatról és azoknak azokból kibocsátott rezgések jótékony stresszoldó és egyéb hatásairól, de igazából nem is szaporítanám tovább szót, akkor átadnám Zsuzsának. Köszönöm szépen, én is nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit itt a Erzsébeti klubon. Amikor alakult a klub, akkor itt voltam a megnyitón, és örömmel látom, hogy ugyanabban a teremben vagyunk, mint ahogy bővíten ezelőtt. Valóban a tibeti hangtálak jótékony hatásairól szeretnék megosztani tapasztalatokat, és annyit tudni kell, hogy én a Rákos Menti Klubnak vagyok a klubvezetője. Ott is van egy hasonló lámpás klub, mint amilyen az önöké, tietek. Gondolom, hogy tegeződik. Köszönöm szépen. Hát ott is van egy klub, ott is megcsináltam már a hangtálas bemutatót, ugyanúgy, ahogy itt Pesterfébeten. És még hadd mondjam el, hogy azért is jöttem nagy örömmel, mert én itt születtem Erzsébeten, a Baba utcában, a Baba utcai otthonban, és amikor 6 éves voltam, akkor bontották le a házunkat, itt laktunk a Kossuthi elején a Marany János utcában, és a szüleim kapták ugye a lakást a füredi lakótelepen, úgyhogy engem érzelmi szállak is fűznek ide Erzsébethez. És akkor térjünk át egy kicsit a hangtálakra. Nekem most arra volt itt lehetőségem, hogy egy kis gurulós bőrön bepakoljam az alapkészletet, amit használni szoktunk. Ezek a hangtálak, amiket elhoztam, ezek Tibetből származnak, távol-keletről. Nagyon réz általában a fő hordozó anyaguk, de más színes fémeket is tartalmaznak, és nagyon szép hangot bocsátanak ki magukból. Legalábbis az én szívemet, meg fülemet magam értette. És ugyanúgy a páromért is együtt szoktuk csinálni a hangfürdőket, illetve vannak olyan lehetőségek, hogy testre helyezzük a hangtálat, és megkondítjuk egy ütővel, és nagyon kellemes rezgést bocsátanak ki magukból. Ahogy említettem, ezek a tálak messziről jöttek, és nagyon nagy múltra tekintenek vissza, több ezer éves múltra. Ide Európába Péter Hess nevű fizikus által kerültek, ő egy német fizikus, aki tanulmányozta a hangtálak és a gongoknak a pozitív hatásait az emberi testre, és úgy gondolta, hogy mindenképpen érdemes Európába elhozni, és ő kidolgozott egy kezelési menetet is, hogy mikor, hova, mennyi ideig tesszük a testre, mennyi ideig kongatjuk, és meg lehet akkor tapasztalni a pozitív hatásokat. És most lassan a kamerának ne is kell fejezni. Annyit azért, hogy meg kell látnunk előtte, azon felül, hogy ilyen stresszoldó hatással miben tudnék pozitív hatásra érni, milyen területeken? Igen, a legfontosabb mégiscsak ez a szó, ez a kulcsszó, a stresszoldás, hogy lehetővé teszi, hogy ha a testünk megnyugszik, és ezek a hangtálak pozitív rezgéseket bocsátanak ki magukról, akkor a pihenéssel, a testünk ellazításával lehetővé válik ez a stresszoldás, ami manapság nagyon fontos. De izomgörcsökre is nagyon kellemes hatású. Észrevették már, hogy például agyvérzés utáni állapotokban is milyen kedvező, megnyugtató, stresszoldó hatása van.
hogy ezeket tudnám leginkább kiemelni, de a leglényegesebb a stresszoldás. Na hát akkor most ezt lesz lehetőségünk megtapasztalni, és én titeket pedig arra invitálnálak, hogy május 21-én megyünk a Fővárosi Állatkertbe, úgyhogy tartsatok velünk, hogyha lehetőségetek van rá. Mi akkor elköszönünk, találkozunk majd júniusi klubnapunkon, amikor is szintén tartsatok velünk, ugyanis az egyéves születésnapját ünnepli a klub, úgyhogy nagy buli lesz. Sziasztok!